Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőinket, a mikrofonnál Szakács Dániel, vendégeink Borvendély Zsuzsanna, kutató, több sikerkönyv szerzője. Köszöntöm a műsorunkban. Jó napot kívánok! És Boros Imre, az első Orbán kormány tárca nélküli minisztere, nemzetgazdász. Jó napot kívánok! Köszöntöm! A magyar nép túlfogyasztott, emiatt vettek fel kádárék hiteleket. Egy mítosz, amely nagyon régóta velünk van, és ezzel kísérülünk meg mag leszámolni. Imre már 1990. novemberében egy újságcikkbe felhívta arra a figyelmet, hogy a hitelek tulajdonképpen nagyon kis része volt a tőke, inkább a kamatos kamatokból álltak össze. Ön az MNB-ben hogyan jutott hozzá a tudatokhoz, mennyire volt zárt Fekete János világa? Az MNB-ben osztályvezető volt, hogy világos legyen, ebből 64 darab volt a központban, de nem egy lényegtelen osztály volt, deviza kereskedelmi osztály, gyakorlatilag akkoriban minden devizaforgalom az MNB-ben tett, tehát hozzáférésem volt az adatokhoz, volt egy napi jelentés, nagy piros pecséttel naponta letették a tükbe a titkos ügykezelésbe, csak hogy mi készítettük, úgyhogy itt meg beraktároztam. Tehát ez az etetés, amely szerint túlfogyasztott volna a magyar nép, a hazugságnak minősített eset, el kell, hogy mondjam. De volt egy másik menet is, amikor azt mondták, hogy mindezt, amikor elkezdett adósságképzés, mindezt az ország fejlesztésére, ez is egy hatalmas hazugság. A valóság azonban az, hogy valóban a szerkesztő szépen felkészült, úgy látom mai műsorra, azt mondta, hogy ennek csak egy nagyon kis része, amit fölvettünk hitelként, fordítódott Magyarország üdvére és javára. Hát a fizetési mérlegből ki lehetett ezt bogarászni, és nekem ezek ott voltak munkaanyagként. Tehát nem lehet mondjuk azt a taposó ló elől elszedni ugye a takarmányt, tehát előnk se lehetett az ember. Tehát csináltam egy szakdolgozatot, úgy is nevezném, ezt a rendszerváltás küszöbén, mert azt gondoltam, hogy ezzel majd foglalkoznak. Nagy tévedés. Amiben kihoztam azt, hogy összesen maximum a 22 milliárdból, Német Miklós mondta be annak, nekem évfolyamtársam volt, és jó viszonyban voltunk mai azért napig. Azt közbeiktattam, ugye, hogy Bogár László barátunk már 88-ban leírta a valós adatokat a Világgazdaság című labba, csak az nagyon kevesekhez jutott el, mert egy belső terjesztés. Úgy van, Bogár Laci is, hogy mondjam, parafraziája, bogarázott ezek közül a dolgok közül. Én meg ott voltam a közepébe, tehát mondjuk azt, hogy malteres volt a kezem, amikor láttam, hogy mi történik. Na tehát én meg azt csináltam egy dolgozatot, ami ezt kimutatta, bejuttattam a pénzügyminiszternek, egy olyan kb. Két héten belül kilettem rakva az állásomból. Ez a rendszerváltás után történt. Közbeiktetnék, ugye Rabár Ferenc volt az Antal kormány első. Igen, meglepetéssel is vettük, mert korábbi szakmai előéletet illetően én nem tudtam arról, hogy valami pénzügyekkel akár érintőleges kapcsolatban is lett volna. Hát ő lett a pénzügyminiszter neki, hogy aztán ott ki, hogy merre vittem, stb. Azt én nem tudom. Vagy hogy ő egyszerűen elolvasta, én nem akarom jönni semmivel, főként mert már nem él, megvádolni. A lényeg az, hogy én röpültem, szárnyakat kaptam, úgy röpültem a Hitelbank vezérigazgatói helyettesi állásából. Ez nem tetszett sokaknak, hogy ez mondjuk azt, hogy esetleg napvilágra kerül. Azóta se vizsgálta senki. De akkor ez Antal Józsefhez sem jutott el, ugye, mert ő az elhíresült pizsamás interjúban is még arról beszélt, hogy a magyar nép... Hát valószínűleg nagyon gondosan előle is eltakarták. Ha már itt vagyunk, akkor azt is elmondom, egy kis intimitás, hogy később ugye dolgoztunk ilyen tőzsdei bevezetésekkel, mikor a Hitelbankból is mondjuk sebesen kirúgtak, összegründoltunk pár külföldi üzleti baráttal egy kisbankot, és az első 6 tőzsdei papírt mi vittük a tőzsdére. Úgyhogy akkor az Antal György, az ő fia, meg egy másik ügyvéd, a nevét most nem mondanám, mert ő eléggé jelentős szereplője ma is az ügyvédi kamarának, dolgoztak nekünk. Nagyon jó szakmai munkát végeztek, és mi az Antal Gyurit
kioktattuk egy pár dologra, ha ezt a szót szabad használni. Egyebek mellett megmagyaráztuk neki, hogy mondja meg már drága édesapjának, nehogy bevegye azt az SDSS cumit, amely szerint az adósságokat részvényekre ki kell cserélni. Ez a debt acquisition swapként elhíresült őrületes, gigantikus szélhámosság, na ez nem ment át, viszont egy másik átment. Elmondjam azt is? Mondjuk. Meghívást kaptam Berlinbe, Berlin Handelsbank egy konferenciájára. És ott, ez 89-ben volt, amikor már egy NDK is úgy borult föl, volt ott mindenféle nép, és ott a németek az orrom alá dugtak egy Financial Times-t. Abba az vala írva, hogy egy magyar delegáció, Surányi, Tardos Márton, meg hasonló ilyen szadaszos brigád kint voltak, Soros bácsi igazgatta őket, és körbevitt ott a bankrendszer, és ők megállapodtak, hogy akkor hogyan lesz az adósságrendezés. Németh Miklós, aki mondom évfőtársa volt, meg az egyik hadsegédje, aki meg a közgázon volt, Hajdanában ismertük, megkérdezte, hogy hát erről tudtok ti, hogy ezek ott vannak? Azt mondták, hogy fogalmuk nincs róla. Ott mégis úgy történtek a dolgok. Egyedül rajtam kívül a szakolcai, már ősei, KDNP szakértő írt még erről az esetről, szintén el van hallgatva. Úgyhogy basszolok egy labdászusinak, nézel utána, mi a történet. Ez egy nagyon izgalmas történet, de most az jutott eszembe, bocsánat, hogy így félbeszakítom, hogy ez 89 tavaszán volt a Gellért szállóban valami diplomáciai fogadás, ahol Palmer, ugye az Egyesült Államok helyi nagykövete, úgy mutatta be Tardos Mártont, mint a következő miniszterelnököt. Hát ugye az SZDSZ-nek győzelmi esélyei voltak, alig maradt le. Hát meg őket így van, támogatták. Így van, tehát a Tardos Márton, Surányi, meg még mondom pár ilyen emblematikus későbbi szadeszes állatban, vagyis hát arcban megjelent figurák voltak ott kint, és megállapodtak Magyarország adósságának rendezéséről, sorsáról. Azt a dolgok úgy is mentek. Tehát gyakorlatilag azt akarom ebből kihozni, hogy az, hogy minket eladósítottak, mert a konklúzió az volt, hogy a 22-ből másfél volt, amit felhasználtunk, a többi árfolyam halmozódás, vagy árfolyam veszteség és kamat halmozódás, tehát elment a füstbe, ugye? Annak oka volt, és ez a technika mai napig működik itt-ott a világban. Tehát az eladósítás, nem az eladósodás, mert ha én veszek egy hitelt, és a hitellel többet keresek, mint amennyit vissza kell fizetni, akkor minden rendben van, de nem ez volt a helyzet. Én azt ajánlom, térjünk erre vissza. Persze, az jó. Nem akarom hosszúra húzni. Külön érdekes téma. Zsuzsa kutatási területei ugye az impexek. Hogyha egy mondatba össze kellene foglalni, akkor például az Icarus ugye gyárthatott buszt, de külföldre már nem exportálhatta, csak a Mugürt vállalat közbeiktatásával. Azt kerülük még tudni, hogy szovjet mintára jöttek létre, ugye 48-49-ben. Mikortól kezdték termelni a veszteségeket, amik a magyar költségvetést terhelték? Ezt nagyon nehéz megmondani, mert ez a fajta reexportálás, amivel végül is ezt a hatalmas korrupciós hálózatot kiépítették a 60-as, 70-es évekre, az arra szolgált eredetileg, hogy a nyugati kommunista testvérpártokat támogassák. Tehát volt a külkereskedelem fedésében egy olyan guruló rúber, guruló dollár mechanizmus, amit a szovjetek ráerőltettek a rendszerre, de minden szovjetizált országban, nem csak Magyarországon. Úgyhogy ez eleve benne volt, nyilván ezt futtatták csúcsra a hazai külkeresek, de hogy mikortól volt ez jelentős veszteség, ezt én nem tudom megmondani, azt tudom, hogy a 60-as évektől kezdve egyre gyakrabban volt zárt a külkereskedelmi mérleg hiányjal évvégén, és a 60-as évek végétől tulajdonképpen alig volt olyan év tudtommal, ahol pozitívummal zárt volna a külkereskedelmi mérleg. Na most itt egy csomó összetevője van ennek, most egy közgazdász mellett
kicsit bután érzem magam, de hát... Ne tegye, Zsuzsa, mert amit maga letett az asztalra, az nem kevés. De ugye itt van egyfajta árucsere különbség, tehát az árak és az, tehát a külkereskedelemre eladott termékek értéke és az árucsere arány, úgy hívják, és az behozott importáruk közötti érték különbözet, ami eleve veszteséget jelent. Hogy precizírozom ezt, eltérve a közgazdásznyelvt. Úgy hívják, hogy cserearányromlás. Cserearányromlás. A cserearány, ha 100, akkor az exportárak meg az importárak ugyanannyival változtak az előző évről. Ha mínuszos, akkor az import drágult, az export kevésbé, és fordítva pedig, na most. Szintén a Nemzeti Bankban annak idején pergett egy cseh emigráns, ilyen kis füzetké, Plan Econ, ez volt a neve, Planírovány, tehát az a tervgazdaság, és ebbe leírta, hogy Magyarországon ez a cserearányromlás kritikus méreteket öltött a rendszerváltás megelőző 5-6 évbe. Ha valamit üldöztek a Nemzeti Bankba, ez a kiadvány. Mert abban pontosan le volt írva, hogy mi. Magyarán szóval, amikor importálunk, akkor gyakorlatilag túlárazzuk az importot, amikor exportálunk, alulárazzuk, és a különbözet ott kint lecsapódik azokon a számlákon, amit a Zsuzsi mondott, korábban testvéri, bratyi alapon mindenféle akárkiknek, később ez lett az a módszer, amivel az előző establishment, most nem érve, én nem szeretem azt, hogy kommunistázni, establishment, akik benn voltak a buliba, azok szépen gyűjtögették maguknak a pénzt, hogy majd az alulértékelt magyar javakat, tőkejavakat, vagy egy részét visszavásárolják. Mondok egy példát. Példa az mindig erősíti a szabály. Egy RUS russai nevű IPSE, az egy ilyen külkeres volt, valamelyik Impexét. Mineral Impex. Kösz, hogy maga mondta, én is tudtam. Na, szóval, és egyszer csak megjelenik egy ügyvéd, meghal az illető, és azt mondja, hogy van egy 20 millió elásva egy svájci számlán, megjelenik az özvegynél. Állítok, az özvegy is nagyot nézett, most ezt nem tudom, nem voltam ott. Hát ilyen történetek voltak, ugye? Tehát azért ezeket valahogy, hát egyrészt Zsuzsa történeti hűséggel leírogat ilyeneket, de van itt még mit ásni. Mert tanulságos. 1956-os forradalmat követően Magyarország a baráti szocialista országoktól, valamint a Szovjetuniótól kap kölcsön. Az adósság szint a 60-as évek végén is csak ilyen bruttó 800 millió dollár minimális körül volt, és ugye 73-tól kezdett felfutni. Ugye 68-ban indult el az új gazdasági mechanizmus. Ez érintette volna a reformok az impexeket? Igen, tehát ugye a 68-as mechanizmusra azt tanítják a tankönyvek, hogy ez egyfajta gazdasági liberalizálás volt, tehát a termelő vállalatok autonómiát kapnak abban, hogy piacorientáltabban tudják a termelésüket végezni. És a tankönyvi tétel azt mondja, hogy ez azért bukott meg, mert a szélsőséges ortodox kommunista elvtársak például Moszkvában féltek attól, hogy itt a szocialista terutasításos gazdálkodásnak vége lesz, nyitott lesz a nyugati kapitalista üzemmódra, a szocialista gazdaság. Nyilván ez is benne volt, tehát voltak ilyen, de véleményem szerint a legnagyobb kerékkötője a mechanizmus elindításának, vagy kibontakoztatásának az volt, hogy azok a termelő kapacitások, amelyek el voltak zárva eddig a piactól, ahhoz, az, hogy nyilván piacorientáltabban tudjanak termelni, szükségük lett volna ahhoz a joghoz, hogy kiléphessenek egyáltalán a piacra. Tehát a külkereskedelmi jogokat a termelővállalatok visszaszerették volna kapni. Ami az impexeknek, tehát a külkereskedelmi lobbinak egy hatalmas érvágás lett volna, hiszen innentől kezdve a monopóliumuk megszűnt volna, és ez a fajta korrupciós hálózatnak a kiépítése, hát ha nem is ellehetetlenül, de sokkal nehezebb lett volna. És egyébként számos olyan politikai gyilkosság történik ezekben az években, amelyek véleményem szerint egy az egybe köthetőek ehhez a fajta
lobby harchoz, de azért hozzá kell tenni, hogy itt nem arról van szó, hogy a mechanizmus oldalán az iparvállalati lobby lett volna jó ebben a harcban, és akkor az impexesek meg a rosszak ebben a harcban. Tehát nyilván mindenki a saját gazdasági érdekeiért próbált előtérbe kerülni, és a trösztök kialakulása, tehát az is a gazdasági mechanizmus idejéhez köthető, hogy hatalmas iparvállalatokat vontak össze, ekkor jöttek létre azok a hatalmas trösztök, amiknek a vezetői elképesztő gazdasági és politikai hatalommal bírtak, és tulajdonképpen ez a magja szerintem annak az úgynevezett technokrata elitnek, amely aztán a 80-as évek második felében gyakorlatilag levezényli a rendszerváltást. Imréhez fordulnék azzal a kérdéssel, hogy László Andor volt a Magyar Nemzeti Bank elnöke 1961 és 75 között. Neki tényleg azért kellett távoznia, mert ellenállt a nagyarányú nyugati hitelfelvételeknek? László Andor egy kiváló elnök volt. Azt személyesen is tudom, mert amikor őt nyugdíjazták, 60 éves volt éppen, előtte egy héttel Németh Károly állítólag, én nem voltam ott, megígérte neki, hogy hát László elvtárs, ki tudja, László elvtárs marad, László elvtárs, egy héten belül kitették, a következő miatt állítólag. Mert felmerült, ez ugye 70-es évek végén, 73 egy elég érdekes év volt, 73, meg 74, akkor egy ilyen neobolsi fordulatszerű volt Magyarországon, Biszkú meg ezek, hogy akkor jött ugye Fekete, bemondta, hogy van forrás, van pénz, lesz fejlődés, és akkor Lászlót is megkérdezték, és racsolta a öreg úr, de szenzációs fazó volt, és azt mondta állítólag az akkori miniszterelnökök, aki talán nem fog volt már, talán Lázár, nem tudom, a hitelekkel aha probléma, hogy vissza is kell őket fizetni. Na ezt nem szerették hallani, László ment. Ugye. Utána én a Közgáz Egyetem pénzügyi tanszékén párba voltam az öreggel, és sztorizott végig, rengeteg sokat hallottam tőle. Egy igazi, rendes, jóvágású, régi, hát régi típusú ember volt, hát szükség volt az ilyenekre. Ő volt az utolsó, aki Fekete Jánost még karba tudta tartani agyilag. Magyarán szólva meg tudta fegyelmezni, utána senki. Utána következett, hogy a Tímár Mátyás. Tímár Mátyás. Róla akkor elmondható, hogy Fekete Jánosnak nagyobb befolyása volt, mint magának. Az igazság, hogy a Tímár egy kellemes figura volt. Igazándiból nem voltak túl jóba Feketével, de Tímára nem volt az a kérdés már bízva. Előtte miniszterelnök helyettes volt, és az akkori reformvonulatnak nyers Tímára képviselői, őt kvázi oda buktatták a Nemzeti Bankba. A Nemzeti Bank elnöki poszt akkor nem volt egy kiemelten nagy presztízsű, mint ma például, vagy nyugaton, ugye? Tehát ő ezt egy kicsit büntinek érezte, és ugyan, hát azt mondanám, Nem volt erős kezé, smart figura volt, Fekete meg azt csinált, amit akart. Mung Attila Kádár hitele című könyvében részletesen feldolgozta az IMF-fel való kapcsolatokat, és leírja, hogy 57-ben már volt informális puhatolózás a Világbank jugoszláv diplomatáján keresztül, de hát akkor mondták, hogy itt a levert forradalom után erről nem lehet szó, mert nagyon rossz a Kádár rendszernek a nyugati híre. 66-ban aztán volt egy újabb kapcsolatfelvétel, és aztán a csatlakozást a Szovjetunió akadályozta meg. De ekkora már Kádárnak nyugaton egy nagyon nagy respektje volt. Mi volt ennek az oka, hogy 10 év alatt ezt át tudták fordítani? Hát az alapvető ok az természetesen a hatalom megtartása volt. Ahhoz, hogy Kádár János a hatalmát stabilizálni tudja, és ne vezesse az országot egy újabb társadalmi elégedetlenségbe, akár egy újabb 56-hoz, ahhoz neki azt kellett, hogy a társadalmat, most ez egy nagyon csúnya szóval mondom, de konszolidálja. Nem jó ezt kimondani, de mégiscsak ez történt, hogy Kádár konszolidálta a magyar társadalmat, és valamilyen szinten a magyar gazdaságot is, és ez viszont ugye úgy szokták interpretálni,
hogy egyfajta szembemenete volt a szovjet elvárásokkal. Tehát Kádár próbálta tágítani a mozgásterét szemben a Moszkvával, amennyire lehet. Valójában nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy az 50-es évek közepére Moszkva is észlelte azt, hogy a kapacitásai, az erőforrásai elég gyengék ahhoz, hogy hosszabb távon tudja tartani azt a fegyverkezési versenyt az Amerikai Egyesült Államokkal, amelyet oly annyira forszíroztak ugye a hidegháború idején. Magyarán Moszkvának tőkére és nyugati technológiára volt szüksége, ahogy Kádárnak is. És ezért Kádár lett az a politikus, akit föl kellett építeni nyugaton, ehhez mindenféle eszköz, tehát hatalmas nyugati emigráció, akik nem csak 56-ban, de már 45-47-ben, aztán 56-ban ugye elhagyták Magyarországot. Ez egy elképesztő nagy potenciál volt a világban, nagyon sok értelmiségi, nagyon sok olyan pozícióban dolgozó magyar ember, akiken keresztül el lehetett érni fontos üzemeket, akár magas technológiát gyártó gyáregységeket, terveket, stb. És az volt a cél, hogy rajtuk keresztül tulajdonképpen velük elfogadtatva Kádárt fölépítsenek egy hamis képet arról a világról, amit Magyarországon kialakult, és ez olyannyira sikeres volt, hogy mai napig egyébként tankönyvi tétel, hogy Kádár rendszert úgy hívjuk, hogy gulyás kommunizmus. Tehát el kellett hitetni azt, hogy egyfajta puha diktatúra épült Magyarországon, holott a diktatúrának a keretrendszere és a pillérei nem változtak, ugyanazok maradtak 56 után is, mint a Rákosi rendszerben, egész egyszerűen csak egy hatalomtechnikai eszközrendszer változott, más eszközökkel tartották kordában a társadalmat, és persze, hogy a magyar társadalom meg elfogadta ezt, és ezt semmiféle pejoratív értelmet nem kell emögé gondolni, mert egyszerűen arról volt szó, hogy 1950-es évek végére a magyar társadalom olyan sok traumán ment keresztül, a 20. század első világháború, Trianon, aztán ugye német megszállás, szovjet megszállás, a Rákosi rendszer, tehát olyan mélyen traumatizált volt a magyar társadalom, hogy egy élhető alternatíva fölkínálását természetesen választási lehetőségük sem volt, de elfogadták, és innentől kezdve a nyugati sajtó, tehát a baloldali értelmiség nyugaton beállt mögé, a tematika mögé, és tulajdonképpen nyugati, baloldali értelmiség segítségével fölépítettek egy olyan kádárképet, amely mai napig meghatározza akár még Magyarországon is a kádári nosztalgiát. Két, ugye Magyarország, mint biztonsági szelep nyugat és kelet fele egyformán jó szerepelt. Volt az 56-os trauma, ami nem volt akármi, ugye? Voltak a szovjeteknek ebben elfogadhatatlan bűntettei, tehát ők ettől szabadulni akartak. Kádár meg rájött, hogy azt, amit Rákosi csinált, nem lehet tovább csinálni, tehát lazítani kell, engedni kell kísérletszínvonalat, gulyás kommunizmus csinálni, és ez fel lett fedezve keletről nyugatra. Az oroszoknak az volt az érdekeltsége, hogy minket előre tolnak, eljátsszák velünk a piacot, meg a jóságos szent akármit, hozzájutnak ehhez amaz, Zsuzsa ezekről írogatott, ugye, sok minden hasznosat, tehát másrészt pedig ugye beszélő viszonyban van Kádár a nyugattal, és elég gyorsan egyébként, tehát például 73-nál egy nagy fordulat van. 73 egyébként is egy nagyon, tehát halom minden van 73-ban, soroljuk fel. 73-ban verik át az egész világot a dollárral, Kissinger papa elmegy az arabokhoz, és azt mondja, milyen a szemükbe néz, Mustafa, figyelj, ezután azt mondod, hogy olajat csak dollárral lehet venni. Aki nem parírozik, azt lenyomjuk a térképről, mert ugye már rengeteg dollár volt ki, nyelj el a forgalma sok-sok dollárt, ugye? 73-ban felszámolják a fix árfolyamrendszert, a dollárt ide-oda mozgatom, magyarán szólva dolláron keresztül azzal az országgal tolok ki pénzügyileg, akivel épp akarok, tudok büntetni, jutalmazni, nagyszerű. 73, az is ide tartozik. Oroszországba, akik, hát maradjunk annyiba, hogy persze, tudjuk a harmadik birodalom megbocsáthatatlan bűneit a zsidósággal szembe, de volt a szovjet rendszernek is, és nagyon finoman fogalmazok, eléggé rendes pogromok ez az avasz. 73-ban
felemelik egy kicsit a zsilipet, és kezdik kiengedni az ott nem élni nem szerető zsidóság egy részét. 73-ban van az a fordulat, aminek következtében az első komolyabb hitelfelvétel hosszabb távra Magyarországon megtörtént. Tehát 73 az egész világban egyfajta fordulat. Azt mondanám, hogy a nyugat écesgéberei, akiket mi ugye Bogár Lacival, háttérhatalomnak, akárminek nevezünk, eldöntötték, hogy na ebből a szociból most már elegünk. Fölépítjük azt a mechanizmust, amivel ezt az egészet majd föl lehet burítani, és Magyarország egy nagyon jó kis zsilip lesz, ahol a nyugat meg a kelet egymással kommunikál, mert tulajdonképpen hát annak idején ezt is mi találtuk ki. Szerintem itt a fő kérdés az az, hogyha egy zsilip szerepet felvettünk, el is várták ezt tőlünk, akkor miért nem kerestünk rajta? Tehát azon az ország nyerhetett volna, hogyha még segít a Szovjetunnak kijátszani a kokomlistát. És mégis az Impexek komoly veszteségbe fordultak Mert át. Nem az volt a cél, hogy a magyar gazdaság nyerjen rajta, egészen más. Tehát, ahogy Imre is mondta, Magyarország egyfajta kapu lett, tulajdonképpen a vasfüggönyön egy tőkekapu, a kelet és nyugat között egyrészt, másrészt meg egy olyan szereplője volt a szovjeteknek, amely mint egy trójai faló belettünk oda tolva nyugatra, és gyakorlatilag az ipari kémkedés az offshore hálózatokon keresztül, a technológiai transfer bonyolítása, azt mi végeztük persze saját pénzen, tehát ezt nem Moszkva finanszírozta ezeket a beszervezéseket, hanem ez is a magyar gazdaság kárára ment. Tehát, de a lényeg az, hogy az a hálózat, amit én, ez a korrupciós hálózat, amit én leírtam az Impexekben, a szó nincs arról, hogy ez egy magyar találmány lett volna, és bármiféle magyar érdek állt volna mögötte. Véleményem szerint ez egy nemzetközi gazdasági kapcsolatrendszer, divatosabb szóval élve egy hálózat volt, amelynek a helyi ágensei dolgoztak itt Magyarországon. Ezek az emberek, ezek már a 70-es évek elejétől kezdve ezer szálon kötöttek a nyugati pénzügyi központokhoz, multinacionális cégekhez. Ezeknek az embereknek az egzisztenciális függése nyugaton volt. Nekik már nem Moszkva volt az irányadó, nem Moszkva felé tekintettek. Ugye azt szokták mondani, hogy a Kádár volt a leginkább nyitott a nyugati gazdaság, a Kádár rendszer volt, tehát Magyarország volt a leginkább nyitott a nyugati gazdaság felé. Én ezt inkább úgy mondanám, hogy a Kádár rendszer, és itt Magyarország volt a Kádár rendszer idején a legkiszolgáltatottabb, a legkitettebb a nyugati tőke felé, aminek aztán az lesz a következménye a 80-as évek második felére, hogy gyakorlatilag Magyarország a legfontosabb befektetési célpontja a nagy tőkének. Ez még a 80-as, 90-es évek fordulóján is, tehát a 90-es évek elején is a lezuhanó vasfüggöny mögötti országokba érkező működő tőke 70%-a, közel 70%-a Magyarországra érkezik. De nem azért, hogy a magyar gazdaságot erősítse, hanem azért, mert Magyarországon van az olyan jogkörnyezet, amelyben a leginkább ki lehet vonni innen a tőkét, magyarán Magyarország folytat a legkevésbé protekcionista gazdaságpolitikát, már egészen a 70-es évektől kezdve egyébként. Számos olyan CIA jelentést olvastam a 80-as évek első feléből is, a második feléből aztán pláne, amikor már itt a leomló félben van a rendszer, hogy Magyarországra azért jó befektetni, és azért ajánlják az amerikai multiknak a befektetést, mert innen egy az egybe ki lehet hozni a tőkét. Nincsen semmiféle védelem, és aztán persze ez azt is jelenti egyben, hogy olyan érdek hálózatok vannak jelen, mire elérünk oda, hogy rendszerváltás, elérünk oda, hogy első szabad választások, amelyet szerintem mai napig nem látunk, én legalábbis nem látom át, de hogy az akkori politikai elit, aki hatalomra kerül, ennek nagyon kevés rálátása lehet, tehát legalább kezdetben az biztos, magyarán az állam párti hierarchiát lebontottuk rendszerváltáskor, de a gazdasági kapcsolatrendszerekhez, a hálózatokhoz senki nem nyúlt hozzá. És azokat a törvényeket is, de azonnal meghozták még
a rendszerváltás előtt, amik ahhoz, amit a Zsuzsa mondott, hogy a nyugati cégek itt azt csinálnak, amit akarnak, az gyorsan menjen. Mondok egy-két dolgot, ugye, ez a külföldiek befektetését szabályozó törvény, meg a társasági törvény, amikor a KFT-ket, meg az RT-ket meg lehetett alapítani, hát a hálózat szerintem aktatáska számra vitte kifele az itt gyorsan bejegyzett kis ilibuli cégeket, és adt el külföldi játékosoknak, hogy azok pályán legyenek, amikor a játékvezető a dolgot megindítja, ez első. A másik, ami személyesen rendkívül sokat dühöngtem annak idején, ugye viszonylag gyorsan megalapult a budapesti értéktős, de mindjárt a rendszerváltás, talán az Antal kormány éppen belépett, és már megnyílt, és kiderült, hogy a nagy cégeinket nem a tőzsdén keresztül visszük ám ki a piacra. Ó, nem. Ó, miért is? Hát azért, hogy áron alul el lehetesen őket subbantani. Tőkeforonton ugyanaz ment végbe, ami korábban az áruforgalomba, hogy ezek a cégek ilyen ilibuli akármilyen előkészítetlen munkák alatt, ugye, vagy tönkre kellett őket tenni, Icarus. Miért? 11 ezer buszt gyártottunk évente, és elég jó exportpozíciók voltak. Azt le kell söpörni, útjába volt valakinek, valakiknek. El kell mondom, szintén intimitás, hogy a hitelbankban sok minden. Hát a Demján Sándor az minden reggel a csokornyakkendőnél reggelizett. Már Palmer amerikai nagy. Palmer, így van. Hát ez már sokat elmond, ugye? Palmer volt az Aces Gaber, és gyakorlatilag az oroszok, akik az Icarus buszt vettek, ide 50 millió dollárt pakoltak, hogy életbe tartsák a Icarus gyártást, mert érdekeltek volt. Tehát több ezer busz futott ott még, és nagyon jó volt másodt is. Az úgy eltűnt az a pénz az egész orosz csapattal együtt, mint a sitz pillanatok alatt, tehát nem kellett. Tunzgram. A Tunzgram ugye az Egyesült Tízónak hívták annak idején, Tunzgram azt a régi nevét kapta vissza, ott pedig egy ilyen egészen érdekes, sikamlós üzlet keretében, ahol még az államüzlet részét is alulértékelve, ezt most nem menjünk bele, mert legalább 5 perc kéne, hogy elmagyarázzam, vitték ki, és juttatták a korábbi tulajdonos kezé, aki kihasználta a helyzetet, majd lehúzta a rolót, azt itt van magyarok, vigyétek, csináljátok, nem tudom, most éppen felszámolásban valami ilyesmi. Szóval ezeket a történeteket is azért tudni kell. Itt bizony kezek működtek, nagyon komolyan, és abból a hálózatból voltak ezek fölépítve. Egész sorozatát tudnám azoknak az embereknek említeni, akik például az első kormányban még komoly tisztségeket is kaptak ráadásul. Mert azt mondták, hogy nincs más ezek a szakértők. Meg volt egy olyan mese is, hogy a pénzügyi területen, hiszen múltkor Szabó Tamástól kérdezte, hogy mit tud erről, mert voltunk egy műsorban, hogy rátok parancsoltak, hogy bizonyos embereket nehogy elmozdítsatok, hogy ezt tagadták. Mondta, akkor meg bevettétek a cumit, hát most mit tudok csinálni. Nagyon érdekes, hogyha megengedik, hogy egy megjegyzést így visszacsap, hogy miért alakulhatott ez ki, mert ugye fölmerülhet, hogy miért pont Magyarország, azon túl, hogy Kádárnak nagyon-nagyon jó volt kint ugye a renoméja, tudatosan felépített renoméja, de ezen túl volt egy másik aspektus, amiről keveset szoktunk beszélni, és az, hogy a nyugat számára ugye eleinte ők a románok fele fordultak azért, mert a románok igyekeztek szembe menni valamennyire a moszkvai elvárás sokkal. Egyébként erről is vannak már új kutatások, akik olyan történészek, akik azt mondják, hogy ez is csak egy szerep volt. Tehát igazából nem mentek Zsuzsi, szembe. Románia mindig az orosz ellenességről szólt. Ugye Napóleontól kezdve Romániát akkor találták ki, hát Románia nem létezett. Hát 70 igen, év alatt rakták össze, hogy egy terepakadály legyen az oroszoknak, hogy nehogy még egyszer Párizsba látogassanak, mint 1815 után. Tehát Románia, mint terepakadály készült, beleértve az erdélyi területek elcsatolását is.
Igen, tehát egyrészt tehát Romániával ment, persze. Igen, másrészt meg lengyelekkel is nagyon jó kapcsolat volt, de aztán megszűnt, és mind a kettő miért? Egyrészt azért, hát leginkább azért, mert egyrészt a lengyel katolicizmus nagyon mélyen beleivódott a lengyel társadalomba, innentől kezdve ez együtt járt a patriotizmussal is. Tehát a lengyel elit, még a kommunista elit is a nemzeti érdekeket azért előre sorolta. És ugyanezt el lehetett mondani a romániai elitről, a kommunista elitről is. És Magyarországon volt olyan kommunista elit, mert ezek az elitjeket természetesen idézőjelben használom, amely tökéletesen internacionalista volt, és semmiféle nemzeti elkötelezettség vagy patriotizmus nem volt bennük, a magyar érdekeket feltétel nélkül kiadták, elárulták. Történelmi hagyományai voltak. Hát 19-től, ismételtem maga mellé sorolt kedvelt történész szerzőmet, a Raffay Ernőt említem, aki ezeket könyvek sorozatába írta meg a kiegyezéstől kezdve. Kiegyezéstől kezdve épült ez a dolog fel Magyarországon. És nagyon érdekes, hogy bár összehasonlító elemzések nincsenek még jelenleg, hogy a többi szocialista blokkbeli országban hogyan működtek mondjuk ezek az impexes hálózatok, maga a külkereskedelem az teljesen szovjetizált típus volt, tehát teljesen ugyanez. De mégis olyan elszórt adatok már vannak, hogy például Romániában a SECU csinálja ezeket a pénzügyi manővereket, saját maguknak. Aztán meg is csinálják maguknak a rendszerváltást, visszahozzák a kilopott pénzeket, és abból megcsinálják maguknak a forradalmat. Ott van Szlovénia, az is egy nagyon, ott is vannak kutatások, hogy ugyanúgy viszik ki offshore-ba a pénzt, de saját maguknak viszik ki. Magyarán, amikor a délszláv háború folyik, akkor Szlovénia azért tud hamar kimaradni, mert az ottani vörösbárók visszahozzák a kilopott, kimentett tőkét, abból megcsinálják a bankrendszert, a társadalombiztosítást, vörösbárók kezébe van, de mégis maguknak loptak valamilyen szinten nemzeti. Most Csehországból kaptam egy cseh kutatótól, akit inspirált az Impexek könyv, miután elolvasta, hogy megnézze, mert náluk ilyen kutatás nem volt, hogy megnézze, hogy mi volt a Csehszlovákia, és megtalálta ugyanúgy ezeket a mechanizmusokat, de ugyanúgy arra jutott, hogy a csehszlovák titkos szolgálat saját maguknak, meg a pártelitnek lopta a pénzt és vitte ki. Magyarországon nem erről volt szó, tehát Magyarországon arról volt szó, hogy ezek még csak lopni sem, zseppénzt kaptak azért a feladatért, amit elvégeztek a külső megbízásra, de a pénzek azok külföldi multinacionális cégekhez, hatalmas bankhálózatoknál landoltak, és nem a saját zsebükben. Egy darab a szlovén példát hagyd mondjam, mert egy perc alatt végzek fel. Egyszer együtt ültem egy konferencián, Lojze Peterle volt a miniszterelnök, Hajdán Szlovén. Na, mondja, francba csináltatok azt, hogy jöttek nagy mellénél a szerbek, hogy lenyomnak benneteket itt 5 perc alatt, aztán hát azt mondja, figyelj ide. A Szlovénia meg Horvátország csinálta az exportbevételek 60%-át, ennek fele-fele arányba. Azt mondja, nem küldtük el Belgrádba pénzt, behalmoztuk, amit az Simon magunknak, ugye nyilvánvalóan ez egyik. Másik, amikor jöttek a szerb testvérek, és ilyen vastag bankókitegekkel jöttek vásáron, egyik napról a másikra bevezettük a tollárt, saját pénzdevet, ó, dinár nem jó, nem, mert. Harmadik meg mondta, hogy figyelj ide, itt területvédelmi embereknek ki van osztva teljes lőszerellátmánnyal kb. 40 000 AK. Úgyhogy mentek a szerbek haza, egy hétig történt a dolog, a horvátoknál már nagyobb cirkusz volt. Alátámasztandó az, hogy ők tudták, hogy mondjam, nemzeti színű komcsik voltak, a románok dettó, ugye? Nálunk meg... Amit itt elmondtak, az azért nagyon érdekes, mert ez a baloldalnak nálunk mai napig rákfenéje, hogy nincsen saját tőkéje. Tehát ha bármit szeretnének csinálni, ahhoz külföldi támogatás kell. És nagyon érdekes, hogy 89-90-ben is a sajtót azt nem maguknak privatizálták ki, hanem felvásároltatták nyugati multicégekkel, és akkor az volt a díl, hogy cserébe a kommunista főszerkesztők ott maradnak. De mégsem maradt nemzeti kézben a sajtó. Tehát ők gyakorlatilag a vagyoneltékozlásnak a mesterei. És a hazaárulás nemzeti vagyon, mesterei. Igen, a vagyon eltékozás, mert a kezükben azt is valahogy eladják, elsvindlizik jobbra, hát mekkora média izével jöttek az elején. Most már nincs semmiük. Ez az oldal nulla médiával,
emlékszünk annak idején, mikor hogy hívták azt a Új Magyarország, mi volt az első lap, az volt az egyetlen. Pesti hírlap, aztán Pesti hírlapot is lenyomták, a Pest megyei hírlapot is lenyomták, ezek nemzetiek voltak. Volt ott az Antal egyet, Új Magyarország, Új Mau, azt is pillanat alatt, és azt mondta a megyes, hát vegyetek magatoknak tévét. Emlékszünk ezekre? Na. Térjünk vissza 1973-hoz. 73-ban 2 milliárd dollár volt a bruttó adósság, és ugye ez felment 79-re 10-re. Itt a fáma szerint ugye ez is a túlfogyasztás finanszírozta, mert hogy Kádárék megvédték az embereket a olajárobbanástól. Mi a valóság mögött, az adósság emelkedés mögött? Hát ugye itt azért az olajárrobbanás hatását nem lehet kiiktatni. Tehát abban a pillanatban, amint elszabadult az infláció nyugaton, az illúzió, vagy nem is tudom, hogy a párt berkeken belül ki volt az, aki elhitette Kádárékkal, hogy a vasfüggönyön vagy határon megáll az infláció határa. Megtanultuk a begyűrűzni szót, ugye mai napig a magyar nyelvrész. Begyűrűzött, igen. Elég hamar, és hát a gazdasági vezetésben voltak olyan emberek, akik már 73-74-ben jelezték, hogy muszáj emelni a fogyasztói árakat, különben itt hatalmas katasztrófa lesz, de Kádár nem engedte. Tehát Kádár azt gondolta, hogy az ő hatalma kifejezetten azon az életszínvonal politikán alapul, ahol nincsen fogyasztói áremelés. 76-ban volt talán valami minimális, de azt is... 79 volt az első. De 76-ban úgy volt valami minimális, hogy azonnal reálbér emelkedés ígért hozzá, tehát a reálbérek magasabban emelkedtek, mint az árszínvonal, tehát nem volt igazi áremelés, és aztán 79-ben viszont ott egyik napról a másik már nem volt. Megindítottunk egy 20 éves folyamatot. 20 évig folyamatos áremelés és reálbér csökkenés. Tehát gyakorlatilag a 79-től mondjuk 2013-ig a magyar reálbér csökkenő tendenciát, akkor kezdett el újra visszaemelkedni. És meg lehet nézni. Tehát ez rendszerváltáson átívelő volt, mint ahogy az egész módszertan, ahogy a nyugathoz épültünk be, az is a rendszerváltáson átívelő. Olyan gondos kezek ügyeltek erre, hogy ne nagyon változzon a lényeg, hogy az elképesztő. Ugye a Bokros Surányit említeném, és a múltkor el is mondtam, hogy hát két olvasata van a lónak. Ők ezt a két embert, a nyugati sajtó, mint Dream Team, mint mondjuk azt, hogy álomcsapat, így említette. Én, mint magyar állampolgár, trógereknek hívom őket, mert ez az én olvasatom Magyarország szempontjából. Onnét úgy olvasták, hogy Dream Team, de hát van ilyen. Vicces, ugye, hogy gondolkoztak 75-ben ilyen bújtatott adókon, és akkor felmerült az ebadó gondolata, amit elvetettek. És ugye 79-ben ért véget végül a 360-as kenyér időszaka. Igen, ugye itt azok a nemzetközi folyamatok is segítették ennek a kitolását 79-ig, hogy 73 után, az olajárrobbanás után a közel-keleti olajtermelő országnak elképesztő pénzmennyiség halmozódott fel, amit nyugat-európai bankokba helyeztek el. Ugye a Kissinger bácsi oda tette át a pénzt. Így van, és tehát olyan dollár felesleg volt tulajdonképpen az európai bankpiacon, hogy nagyon-nagyon olcsóak voltak a hitelek. De hát lehetett tudni, hogy azért ez az olcsó hitel, ez egy viszonylag rövid időig lesz fenntartható. Plusz ugye a konstrukció is rövid távú volt, tehát Kádárék nem hosszú távú hiteleket vettek fel, hanem a legrosszabb konstrukció. Később már igen, később azért ez növekedett, az elején ilyen egy éven belülieket, azt egyre inkább tolódtak ki a lejáratok. Már 74-től kezdődött az, hogy 3-4-5 éves hiteleket vesznek föl, de az nem jelentett semmit, mert ugye közben a forint száll el, mert folyamatos le. Az egy mánia volt, baloldali generál gyógyszer, a forint leértékelés. Ugye az volt itt a fő probléma, hogy tulajdonképpen az MNB határozta meg az árfolyamot, tehát így lehetett kozmetikázni. Azt mondanám, hogy mindent az MNB határozott meg. Tulajdonképpen a rendszerváltások meg még utána is 97-ig minden az MNB-de dőlt el. Akkor derült ki, hogy akkor mi az MNB? Csináltak egy törvényt, átnézték az MNB könyveit, és kivezettek onnét 2000 milliárd felhalmozott veszteséget,
Ezt adósságcserének keresztelték el, csak nem tudom, mit cserét, mai napig nem tudom, mert ezt az MNB bevette a saját bugyraiba, a CV-vel, a kinti bankokkal együtt az összes veszteségot begyűlt, és 97-ben lett az MNB olyan jegybank, ami képviselhető a nemzetközi arénában is, mert a könyvei rendben vannak, de ez 2000 milliárdban, akkor 20 milliárd dollár többlet adósságba torkolott Magyarország, és mindenki szótlanul lenyelte, mint kacsa a nokedlit. Kádár Jánosnak a legfontosabb 56 után tulajdonképpen a rendszerének az alapja, hogy éves szinten mindenki egyet előre tudjon lépni, folyamatosan növekedjen az életszínvonal. 79-ben ugye csődhelyzet alakult ki. Ő tudhatott a valódi okairól, hogy az árfolyamveszteség, a kamatok, vagy pedig neki azt adták el, hogy ez kiment tényleg a népnek? Én szerintem ő nem hiszem, hogy sokat értett ebből. Fekete János volt az a pénzügyi mindenes, aki megmondta, hogy mit kell csinálni, olcsóak a hitelek, föl kell venni, Kádár elfogadta, föl kell venni, tehát én nem hiszem, hogy ő ezt bármilyen szinten átlátta, bár erről mondjuk bizonyítékom nincsen, de én azt gondolom, hogy neki tényleg az utolsó pillanatig az egyetlen lényeges szempont az volt, hogy Magyarországot a szocialista tömbön belül tartsa, hogy a moszkvai érdekeket úgy, ahogy amennyire lehet kiszolgálja, és a hatalma megmaradjon. Valószínűleg ott a pártkáderek közül az Acél György lehetett vélhetően az, aki tudta, hogy miről szól ez az egész, meg azt is tudta, hogy egy csavarintással már hogyan tesz át Magyarországot a másik térfélre, de úgy tesz át a másik térfélre, hogy ez, ami eddig itt folyt, ezután még jobban folyni fog. Hát a cél például nagyon érdekes, mert ugye amikor a nyugati tőke egyre inkább behálózza Magyarországot, tehát megjelennek ezek a nyugati gazdasági kapcsolatrendszerek, akkor ez azzal is jár, hogy a nyugati tőke nagy képviselői megjelennek Magyarországon is. És ugye a Soros György nevét mindenki ismeri, ki dicséri, ki kevésbé, de a Soros György egy olyan jelenség, ami képvisel valamit, de nem ő az első. Tehát megvannak az előképei. Én két embert tudok konkrétan nevesíteni, az egyik Armand Hammer, a másik pedig Cyrus Eaton. Mind a ketten ugyanilyen, tehát a Rockefeller bankház környékéről induló emberekről van szó, sőt, Hammer nem egyszerűen csak nagy pénzügyi mágnás, hanem ő Lenin jó barátja, és az apja az Egyesült Államokban a nyugati parton az a figura, aki létrehozza a kommunista pártot. Tehát ő egy nagyon-nagyon mély bolsevik kapcsolatrendszerrel, régi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, és Sztálint leszámítva az összes szovjet pártvezér barátja Hammernek, de ugyanúgy Cyrus Eatonnek is, aki az 50-es évek közepén kapcsolódik be ebbe a kelet-nyugati tőke áramoltatásba, kereskedelmi kapcsolatrendszerbe, és ő például ugye a Chase Manhattan Bank, amely Rockefeller érdekeltség, a 70-es években Moszkvában már fiókot alapít. A Cyrus Eaton is ott van havi rendszerességgel Moszkvában, és tárgyal a szovjet pártvezetőkkel. És nagyon érdekes, hogy Magyarország, ezen is le lehet mérni, mikor válik számukra fontossá. Két ilyen időpont van, az egyik 56 után, ugyanis például ez a Cyrus Eaton 58 körül kezdi ezt a kapcsolatrendszert Hruscsovval kialakítani, de az amerikai társadalom ellenáll az 56-os forradalom eltiprása miatt, ezért Cyrus Eaton úgy dönt, hogy, vagy felismeri, hogy Kádárt kell szalonképessé tenni. 60-ban díszvacsorát ad Kádárnak New Yorkban, amikor van az ENSZ közgyűlésének a meghallgatása, tökéletesen el lenne politikailag szigetelve. Kádár senki nem fogadja őt a diplomáciai térben, Cyrus Eaton csinál neki egy díszebédet, vagy díszvacsorát, tehát megcsinálja a saját médiabirodalmán keresztül Kádárnak a jó hírét. A másik ilyen pillanat pedig, tehát amikor így Kádárt felépítik, a következő pillanat, amikor fontossá válik Magyarország, 70-es évek vége. Cyrus Eaton azt hiszem 79-ben hal meg, tehát akkor már nem ő az, aki ezt csinálja, hanem Armand Hammer jelentkezik meg egyre többször Magyarországon, és nagyon érdekes, hogy nem csak Feketével meg a gazdasági vezetőkkel tárgyal, hanem Acél Györggyel is. Acél Györggyel, akinek ugye mi közel lenne bármiféle gazdasági területhez, de nyilván Nemzeti Bankban egymás között már, akik egymásban megbíztuk, úgy szoktuk hívni őt, hogy Rasputin.
Hát, és ráadásul, hogyha megnézzük, hogy mi lesz ennek a folyománya, akkor tudjuk, hogy a cél az, aki építi az új politikai, az politikai alternatívát. Már a 80-as évek elejétől erőteljesen ugye az urbánus értelmiség, az úgynevezett radikális ellenzék soraiban, és megindulnak az ösztöndíjak, az amerikai ösztöndíjak, Acél György egy központi figura abban, hogy ki kap, és milyen lehetőséget külföldi egyetemeken, és Armand Hammer lesz az, aki ugye létre akarnak hozni az ELTE-n belül létre is hozzák az amerikanisztika tanszéket a 80-as évek elején, ami persze örvendetes egyrésztről, másrésztről meg tudjuk, hogy mi volt ezzel a szándék, és az úgynevezett menedzser képző, amit ugye az akadémia meg a Soros Alapítvány együtt hoz létre, eredetileg ennek a tiszteletbeli elnöke Armand Hammer lett volna, de már annyira öreg volt, hogy nem vállalta, és így lett Soros György. Menjünk egy kicsit vissza, mert hála Isten történésszel ülök szembe, és a reakciójára is képes vagy. Vissza kell ezt egészen az első világháború végéig pörgetni. Ugye Lenint a németek csúszlizták be, hogy burítsa föl a cári hadsereget, meg az egész épületet, mert hát pillanatnyilag úgy néz ki, hogy megnyerik a háborút. Úgy is nézett ki Lenin, tehát német ügynök volt. Okay. Igen ám, de mások is tartoltak, és a mai napig tartolnak arra, hogy esetleg az Oroszország rendelkezésére álló mérhetetlen természeti gazdaság fölötti uralmat megszerezik. Mai napig ez vagy ukrán-orosz háború ugyanez. Na most viszont váltás történt, ugye, és hát Lenint is elég gyorsan levették, és eléggé zűrös az, hogy hogyan. Tudtam, ma merénylet is volt ellen, de erről nem nagyon szoktak beszélni, ugye? És akkor történik valami, ami aztán utána az úgynevezett szocializmus, egy kis kisiklás. Mert azt hitték, hogy Trocki, akit az amerikaiak építettek föl, majd átveszik a hatalmat, de jött egy erőszakos fickó, ez a Stalin, aztán csinált valami kificamodást abban a jó kis buliból, ami egészen jól működött, hosszú idő telt bele, Armand Hammer is bent volt, meg mások, meg Soros, meg ez, meg az, mire ezt egy kicsit megint olyan állapotba hozták, ami már tetszik, magyarán szólva, amikor ebből az ország csoportból elég komoly jövedelmeket lehet kiszedegetni. Tehát az első háborúig, az első világháború nagyon sok minden determinált szerintem. Ha visszatérünk a magyar adósság helyzetére, akkor 1982 a következő nagyon fontos időpont. Magyarország tagja lesz az IMF-nek és a Világbanknak. Jön egy megszorítás, visszafogják ugye a fogyasztás, és sikerül 10 milliárd dollár környékén stabilizálni az adósságot. Majd 84-ben Kádár elmondja a beszédét a KB ülésen, hogy elég volt a lapos kúszásból, újra emelni kell az életszínvonalat, és 5 év alatt megduplázódik a magyar államadósság. Nagyon érdekes, hogy Kádár beszéde alatt Német Miklósnak csúszorott egy cetlit Hetényi István, aki megjósolta ezt, hogy meg fog duplázódni az adósság. Ez sem fogyasztás fedezett? Tehát ez is ilyen veszteségeket fedett el az adósság duplázódás? Hát ezt a pénzügyes kollégát majd megkérdezzük, de hát nyilván itt már itt, ahogy elhangzott az elején a műsornak, a 22 milliárd dollár adósságból nagyjából 1,5 milliárd ment vissza a gazdaságba, tehát semmiképpen nem volt technológiai fejlesztés bármilyen szinten, tehát a modernizálás elmaradt, és hát a kamatát kellett törleszteni, de egyébként ami nekem nagyon kérdéses, de valószínűleg ez csak az én kevés pénzügyi ismeretemnek az oka, hogy nem tudom Marjai szerepét igazából értékelni, úgyhogy ezt majd át is adom, nekem csak elmondom a kétségeimet, ugye amíg Marjai intézi ezt az időszakot, hogy 80-84 között visszafogja az eladósodást, ott van egy stagnálás, és akkor 84 után elképesztő meredeken megint elszabad az eladósodás időszaka, és akkor azt lehet, ebből az adatból az jön ki, hogy Marjai egy rendkívül jó szakember volt, aki tulajdonképpen Magyarország érdekeit tartotta szem előtt, de ugyanakkor ott van egy másik adat, ami meg az én kutatásaimból derül ki, hogy benne van az első pillanattól kezdve, például abban az olajtranszferben, amit ugye 10 éven keresztül csinálnak, és több száz millió dollár úszik el, egyetlen egy az iráni olajat, ahogy eladjuk Amerikába 10%-os veszteséggel,
Ebbe Marjai az első pillanattól kezdve benne van. Tehát vagy az van, hogy ő is tisztában van ezekkel a hálózatokkal, a mozgástere rendkívül szűk, vagy az van mögötte, hogy egy jó pénzügyi szakember, de ugyanakkor ugyanolyan korrupt, mint a többi kommunista vezető. Nem tudom a kérdésre választ. Azt hiszem, a dolog valahol az X-re áll be. De annak idején, amikor az EMF-be beléptünk, és utána ugye jött 80-82, borzalmas időket éltünk, mert kb. 6 hónapig a megbukunk, nem bukunk határán álltunk, hogy naponta az én kis bandámnak sikerül-e reggel egy napos pénz 100-150-200 millió dollár fölvenni, avagy sem, ezen múlott. És tulajdonképpen egy adminisztrációs hiba csődhelyzethez vezethető. Hát szerencsére nem, hát azért ott voltunk, ne legyen ilyen adminisztrációs hiba, hogyha lehet. És akkor jött föl a színe Marjai József, aki előtte talán moszkvai nagykövet volt, és akkor miniszterelnök helyettest csináltak belőle, ő gyakorlatilag ledarálta Fekete Jánost. Valamit megengedték neki, nem tudom, hogy már nem tudom, ledarálta, a földbe taposta, és csinálta azt, amit a Zsuzsa mondott, és egyenesbe hozta nagyjából 82-3-4, stagnált az adósság, javult a külkereskedelem, minden nyavaja, és akkor Fekete megint berongyolt az acélhoz, és mondta, hogy hát most már tényleg fejlődni kell, súcs, amúgy, és akkor megint elkezdődtek a hitelfelvételek, de akkor kezdődött az a folyamat el, amiről beszéltünk, hogy egy csapat már tudta, hogy mire készülődik. Készülődünk a rendszerváltásra, és be kéne zsákolni. Akkortól van a Jan Vanus féle jelentés, amit úgy tiltottak, hogy valami őrület, ez a Plenekon, amikor leírják, hogy milyen cserarány romlások vannak Magyarországon, példátlan, tehát az összes szocit nézegették, példátlan cserarány romlások vannak. A cserarány romlások mögött azt jelentette, hogy a fizetési mérleg meg a kereskedelmének kilukadt, úgy szakadt ki a pénz külföldre, ugye? Tehát készültek az elvtársak, és akkor ezt mindig lehetett pótolni hitelekkel, mert nyilván volt egy együttműködés a másik oldalon, hogy toljuk belétek a hiteleket, úgyse tudjátok majd fizetni, vagy ha nem fizetitek, na, és akkor itt elmondanám még azt, mert ez ide tartozik, megjön a rendszerváltás, everybody happy, minden oké, és akkor jön elő a SDS, az SS-ek, ugye SDS-ek. Tudjuk, merjük ezt. Azzal az ötlettel, hogy legyen egy adósság részvénycsere, magyarán szólva. Azóta koncepció, hogy bedöntik a magyar adósságot, mert nem tudjuk fizetni. Volt olyan nap, hogy már csak 5-600 millió dollár volt a kasszában. Megjegyzem, 81-ben mínusz 100-nál is tartottuk az ászlót, tök mindegy. Ezek már ott be voltak nagyon trittyantva. Az első kormánynak fogalma nem volt arról, hogy mi mire megy, meg nem is homályosították föl őket, mert mindenkit eltávolítottak addigra, aki ezt megtehette volna. És akkor kérem szépen, jön a nagy ötlet, hogy magyar adósság bedöntve, megvesszük az adósság leveleket 10-15%-ért, és azt mondjuk, hogy mi most a magyar gazdaság ütőerén lévő nagy cégeket megvesszük, kicseréljük az adósságra. És akkor körülbelül 2-300 millió dollárban megvan Magyarország vásárolva. Na ebbe az Antal József nagyot teljesített, egy spárgával, mint annak idején Schnelliger a világbajnokságon, amikor belőtte a győztes dolt az angoloknak 68-ban, az is a 90. perc harmadik harmadába tört, ezt megakadályozta. Úgyhogy ez például egy történelmi érdeme, ha érezte, mit kell csinálni, ha nem, de legalább tette. Mert ugye van egy olyan mítosz, hogy Antal Józsefen múlott az, hogy nem, nekünk törleszteni kellett tovább az adósságot közben, nem, akkor egy nagyon, nem, nagyon nem, rossz konstrukció. Nem. Surányi Györgyön múlott, aki eszméletlen, hogy mondjam, elvet faragott abból, hogy mindenkinek fizetni kell. A lengyeleknek elengedtek, románoknak elengedtek, oroszoknak is engedtek, csak mi fizettünk. De sajnos ezt magáévá tette a miniszterelnök, fel volt ajánlva. Több delegációt volt, az IMF egyik csapata is itt volt Budapesten. Nem azt mondta, hogy elengednek hitelt, hanem azt, hogy
rövid lejáratú hiteleket átraknak hosszúba, megfinanszírozzák hátulról, Japán tele volt pénzzel, hogy a következő évek ne legyenek olyan nehezek, az is el lett utasítva. Ezt is érdemes lenne megnézni. Szóval ez Magyarország érdekében nagyon sokat tettek egyesek idézőjelbe, a Dream Team többek között ebben nagyon bent volt, azért is lettek kiemelve, amikor visszajött az MSZP-s kormányzat. Azért lettek ilyen magas polcra fölrakva. Azért mondom, hogy kettős olvasata van mindennek. És az mi múlott, hogy melyik devizába veszünk fel hitelt? Ugye mindig pont arra sikerült rakni, ami a legrosszabb volt. Na most ugye következő, Feketének volt egy olyan mániája, ezzel rengeteget veszekedtünk, mert én osztályvezető voltam ugyan, de miután mindent láttam, ezért meg a Nagy Sanyi, minket időnként fölhívtak a főosztályvezető értekezletre, hogy referáljunk, és ő mindig azt mondta, hogy hát hogy márkába kell felvenni, még svájci frankba, ócsó, kamat, dollárba kell betenni. És akkor folyamatosan buktunk, mert a márka meg a svájci frank, az adósságdevizák erősödtek, a tartalékdeviza meg gyengült. Hát ebből adódott az hatalmas kamathalmozódás és az árfolyamveszteség, amit egyébként ugye sikerült a fizetési mérleg alapján kibogarázni. És ez azért lehetett vajon, mert nem értett hozzá, vagy azért lehetett, hogy olyan... Fekete nem értett, hogy, olyan érdekek álltak, egy szolgált... Na ne csinálj már, ő mindenhez értett. Ő mindenhez értett. Szóval tudatos volt. És retteltesen jó humorú ember volt, ezt el kell ismerni. Nagyon szórakoztató egyéniség volt. Nyugaton és keleten egyforma módon tisztelték. Moszkvába földig hajoltak előtte, Washingtonba földig hajoltak előtte. Ennyit kell róla mondani. Szóval nagyon ellentmondásos figura volt. Ugye 56-ban... Tehát nem egy undorító féreg képét mutatta. Még ebbe is művész volt, mondom, még előadó művészi képessége is volt. Négy nyelven úgy beszélt, hogy, vagy ötön, hogy autodidakta módon tanulta meg a nyelveket, de tökéletesen kifejezte magát. Mindig értették, amit Fekete János mondani akar, azt értették. 56-os forradalom idején pont Svájcban volt kint ugye egy konferencián, és akkor hazafelé ő megállt Bécsben, és onnan törlesztett a MNB bécsi leányából a hiteleket, és ez neki egy akkora respektet jelentett később nyugaton, hogy... Ez persze, hát akkor azt nagyra értékelték. Tulajdonképpen ez akkoriban úgy volt, hogy a általános magyar hitelbank, amit ugye államosítottak, beoltották a Nemzeti Bankba, annak a Niederlassung fiókja volt a Centralwechsel und Kreditbank. Niederlassung fiók volt, csak később lett az bankán nyilvánítva, ebből a fiókból intézgetett ilyen apró cseprő, de nagyon lényeges ügyeket, és akkor vitte fel az Isten a dolgát retteltesen. És tulajdonképpen még az IMF tárgyalásoknál is mindig ő volt a főkapos. Tehát 66-ban összebarátkozott Ellen White-ommal, aki ugye a IMF-nek ez a európai részlegvezetője volt, és mindig küldött neki ajándékokat. Feleségével is jóba volt. Tehát... Mondom, egy rendkívül elfogadott figura volt oroszoknál, elgavarítjott belük nyenkikkel, bárkivel, mindenhol nagyon szívesen fogadták, ez tény. És egyébként mondjuk, hát ő tulajdonképpen minimum annyit ért, idézőjelben Magyarországnak, mint az egész diplomácia kar, minimum. Tehát megjelent, akkor Magyarországról van szó, Kádár, oké, Kádár toljuk föl. Lehet, hogy a Kádár image emelésébe is azért ebbe belejátszhatott, ezt meg valószínűleg megdumálták az acéllal. Beszéltünk arról, hogy Kádár vajon mit tudott a hálózatokról. Mit lehet elmondani Németh Miklósról, ugye? Imre mondta róla korábban, hogy ugye évfolyamtársak is voltak, és azt nyilatkozta róla 90-ben, hogy a német kormány se tudott boldogulni a pénzügyi és külkereskedelmi maffiával. Tehát így van. Próbálkozott, komolyan mondom, Németh Miklós erősen próbálkozott ilyesmivel, tehát ott próbáltak valamit elővezetni, ugye nyilvánvalóan már tudták a rendszerváltás elkerülhetetlen, ők talán nem is nagyon bánták, hogy errefele mennek a dolgok, de a Németh egy széles látókörű valaki volt. Ugye mondom, nem egy ilyen kis buzeráns volt, mint voltak ottan csomóan. Jó tanuló is volt, nyelveket ismert, franciául, angol jól beszélt, volt kint egy évig Ford ösztöndíjan, tehát ő neki megvolt azon ritka baloldali káderek közé tartozott, akinek megvolt, egyrészt volt egyfajta nemzeti érzés is benne, voltak ilyenek,
azok lettek kizetszolva először. Még az MSZMP-ben voltak, az MSZP-ben már gyorsan Pozsgaival mindenkivel onnét kirakták, hát a német is nagyjából ezek közé tartozott, hát nem is jött szóba már az MSZP-ben, hogy egyszer volt arról szó, hogy esetleg majd ő lesz az MSZP-nek az elnöke. Úgy levették. Hazajött, ugye kint volt egy évig, vagy pár évig kint volt. Ugye 2000-ben jött haza, és akkor volt róla szó, hogy... esetleg ő, de azt mondták, hogy nekünk, azt, hogy rendet csinál az MSZP-ben. Rendet, na ne, ő rendet csinál, ha ő lesz. Ilyen elszólta magát. Ez nem nagyon tetszett. A Tax Justice Network 2012-es kutatása szerint Magyarországról 242 milliárd dollár ment ki offshore-ba 45 és 2010 között. 1980 és 2080. Azt lehet tudni, hogy 80 és 90 közé mekkora részesik? Hát ez a tanulmány nem részletezi lebontva. Tulajdonképpen nekünk az a legnagyobb, szerintem magában az összeg nagyságán túlmenően az a másik nagy traumatikus megállapítás ebben, hogy nincsen cezúra a rendszerváltásnál. Tehát úgy elemez 30 évet a kirablásunkról szóló tulajdonképpen adatsorban, hogy nincs ott 1989-90 bármi törés lenne. És mert nem ugye, is volt. Mert nem volt. Tehát nem ez volt. Így folyamat van. Az ment tovább. Így van, tehát ezért mondtam, hogy a hierarchiát ugyan lebontották, de a hálózatok érintetlenül maradtak, és ehhez rengeteg, tehát itt, ha megnézzük a privatizációt, már az Antal kormány idején, aztán utána főleg a Hor kormány, és aztán 2002 után meg még a maradékot is. A repteret? A repteret, a szolgáltatók, szolgáltató hálózatokat. Tehát... Egy példát hagy mondjak, nem mondom meg a cég nevét. A céget eladták ilyen utyi-mutyi, sutyi alapon, RT volt a cég, már át volt alakítva, valami bagóér. Eltelt 3 hónap. Az új tulajdonos a megszerzett friss részvényeket kivitte a budapesti tőzsdére, és 3,5-szer akkora árat kapott érte, mint amennyire ő 3,5 hónappal ezelőtt megvett. Azt hiszem, ez mindent elmond. Hát voltak olyan szerződések állítólag, ez még a rendszerváltás után, a 90-es évek eleje, Antal kormány időszaka, hogy megkötnek egy szerződést, talán a legeleje, a 90-es, 91-es évekről van szó, megkötnek egy szerződést, és az van az új tulajdonosnak a záradékban lefektetve, hogyha nem fizeti ki egy összegben a privatizált vállalatot, akkor évente x ezer márka, itt 10 000 márkákról van szó, csökken a vételár. Magyarán, tehát ez annyira döbbenetes, mert ha valaki nem fizet, ködbért fizet, tehát egyre több lesz. Ellenködbér volt. Ellenködbér. Tehát, hogy olyan mutyik voltak a privatizációk köré, tehát, hogy szerintem fel se tudjuk fogni, hogy tulajdonképpen mennyit vesztettünk akkor, hiszen nem volt vagyonleltár, tehát fogalmunk valamiért nincs arról. Valamiért megszűnt rejtélyesokból 89-90-ben a vagyonleltár. Nem készült. Tehát nem is érti az ember, hogyha valamit el akar adni, akkor fel kell mérnie, hogy milyen van. Jóval korábban volt egy ilyen tárgyakat megjelölő vagyonleltár. Bemondták ezt, de nem volt piaci értékenben, olyan soha nem készült, de még ezt a vagyonleltárt is törölték a statisztikai nyilvántartásból, ami legalább megnevezi, néven nevezi az államnak a tulajdonait. Nem az, hogy mennyit ér, azt nem. Nem. Eltörölték? Nincs. Egyébként a mai napig nincs. De most már érdemes lenne megint csinálni, mert az államnak elég szépen gyarapodott a vagyona. A 90 utáni privatizáció egy következő érdekes téma lehet. Nagyon szépen köszönöm, hogy a miniszter úr és Zsuzsanna itt volt. A nézőknek köszönjük a figyelmet, ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozzanak fel.